halak. Jack and Chatter bemutatja Dino. Ma utolsó előadás. You should care for me. Southern night's paradise is what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Ez volna olyan csuda klassz, hm? Tegnap ilyen 3/4 óránál dörömbölt az ajtómon, de nem engedtem ki. Bill Martin, Kulka János, Kim Novák, Orosz Anna, Ray Walston, Józsa Imre. Csókolj meg több fej. Fel és a fár, Pápai Erika. Ó, oh, semmi gond. Tiff Osmond, fel vagyok vértezve, felén anyám. Ó, oh, jut eszembe, ha már itt tartunk. Csodálatos anyám, vagy 85 éves, és még mindig nem kell neki szemüveg. Beírja a viszkis üveggel. A pohárral nem is vacakol, fejest ugrik bele. Igen, az ivás. Az orvosom azt mondta, ne igyak többet. Hát jó, megfogadom a tanácsát. Megfagyasztom és pálcikás jégkrémként teszem meg. Dalok George és Ira Gershwin. Zenét szerezte André Previn. Díszlet Trauner Sándor. Fényképezte Joseph Aschall. Ugye tudják, hogy ez az utolsó estém? Holnap reggel indulok Hollywoodba. Új filmet csinálunk. Én, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. és Joey Bishop. A bimbózó lányok. De előbb csinálunk egy tévésót Mr. Bing Crosby-val. Hogy Bing miért dolgozik, annyit fel nem foghatom, amikor 20 millió dollárja van a szalmazsákban. It's four-leaf overtime. From now on, my heart's working overtime. Nem érdekel, ki vagy öreg. Sipírca rétszarvasokkal a tetőmről. Wonderful, it's marvelous that you should care for me. Jövőre újra ugyanitt! Óriási voltál, Dino! Szétszették a házat! Se baj, majd valaki összerakja. Dino? Találkozunk még mielőtt elmész, egy pohár búcsúitalra. Hát persze. A szobámban leszek. Mindjárt jövök. Hogy is hívják, Mici? Nem, dehogy, Szilvia. Ja, persze. Itt jön a Mici. Dino. Ugye átjössz hozzám ma éjszaka? Egy búcsú italra. Nem is kérdés. A szobámban várlak. Lassan már egy stáb kell az egyeztetésedhez. Ugyan miért? Mert nem csak Szilvia és Mici vár, hanem az összes többi maca is. Janet az öltözőben vár, Lucy Nyuszi fent a lakosztályodban, a német ikerpár pedig a gőzben epek. Ez benne a pláne. Most, hogy mindenki biztos helyen van, leléphetek. Szedd össze a cuccom és vidd le a kocsiba. Képes lennél csak úgy búcsú nélkül eltűnni? Ahogy mondod, mert ha szíves szóló búcsút veszek minden lánytól, te fogsz kivinni engem, vagy ami megmarad belőlem, egy hamutartóban. Érted? Thank you.
Mi történt? Megint eltűnt az a jó madár Sinatra? Tömeges karambol volt az országúton, arra kéne kerülnie. Na és ez hová vezet? Barstownál jut vissza, Warm Springs érintésével, Paradise Valley-n és Climaxen át. Nincs más választásom. A forgatókönyvet Anna Bonacci, Lore della Fantasia című színműve nyomán írta Billy Wilder és I.E.L. Diamond. Rendezte Billy Wilder. Ideni! Még valamit? Nem, kösz. Hey, come on, fizetni ki fog! Szevasz, Barney! Szevasz! Orville J. Spooner, zongora leckék. Igen, ez egy didával több volt. 6 elég lesz, nem kell 7. Ne szórakozzunk Beethovennel, rendben? Még egyszer. Orville? Tessé, drágám. Mi a baj? Na de drágám, nem most. Oh. Mm-hmm. Igen, nem elég, hogy botfüled van, de ólomujjaid is. Ki mondta neked, hogy tanulj zongorázni? Maga uram. Na jó, mert kell a pénz, de te miért tanulsz? Itt az áll, hogy molto espressione, ami annyit tesz, hogy kifejezően, érzéssel, szívvel. Előről. Pillanat!
Oh, hello, Mrs. Spooner. Maga ne hellózzon nekem, ismerem a fajtáját. A hátsó ajtón alulálkodunk, mi? Na jó, ide vele! Mivel? A levéllel, amit a feleségem írt. Azt hiszi, vak vagyok, vagy teljesen hülye? Igen. Ja, tudom, a levél. Azt írta, hogy kér két tejet és egy tucat tojást. Na persze, és ezt el is higgyem. Két tejet, egy tucat tojást. Mi a baj, uram? Megmondom, mi a baj. Az a baj? A kefír a baj. Elfelejtett kefírt rendelni. Mindig elfelejti. Nem szereti a kefírt, én viszont szeretem. A kefírnek nincs párja. Főleg a renyha, a bélműködésünk. Viszlát! Nem, Mulligan. Most meg kihagyott egy didát. 60 a kottában, nem pedig 5. Tessék, húsom. Felhúznád a cipzáramat? Mész valahová? Igen, és sietek. Nem akarom megváratni. Ne is. Kit? A fogorvost. Ó, fáj a fogad? Nem, leszedetem a fogkövemet. Nemrég szedetted le? 3 havonta kell mennem. Dr. Sheldrake azt mondja, nagyon érzékeny az ínyem. Ó, tényleg? Azt mondja? Szervusz, édes. Szervusz. Honnan van ez a virág? Johnny-tól kaptam. Én magam szedtem. Nem, édes. De nagyon. Na, megyek. Szervusz, Johnny. Hány éves vagy, Mulligan? 14. 15 leszek. A korodhoz képest nagyra nőttél. Mások is mondták már. Szállj le a feleségemről, megértetted? Tessék! Ne sündörödj körülött a háta mögött, és ne hozz virágot egy férjes asszonynak! Keresszen el! Meg ne lássalak itt még egyszer, hallod? Te taknyos huligán! Te fiú Lolita! Orville! Te figyelj, Orville! Ezt hallgass meg! Azt hiszem, megvan! Ezt hallgass meg! Láttojás vagyok! Mi vagy? Láttojás vagyok! Megvan! Ez a dal címe! Miféle dalé? Az, amit tegnap játszottál nekem! Megírtam a teljes szövegét! Elénekeljem? Most ne bárné, egész másoljára az eszem! Ne csinálj, gyerünk! Nincs hozzá kedve! Pedig csoda izgi, hidd el! Kezd el játszani! Láttojás vagyok! De pirítós nélkül, Yorkshire pudding, amelyhez hús nem sül. Egy kísértett ház, ahol szellem nem jár. Ha te nem vagy itt, nem isteni. Egérfogó, amelyben nincsen sajt, Bécsi linzer, melyben nincsen íz. És Da Vinci, de hol a Mona Lisa, ha te... Mona Lisa? Ez benne a pláne. A szabálytalanság egy váratlan kis csavar. Játsz tovább. Ez nevetséges. Mi a nevetséges? Megmondom, ez az egész dalszerzősdi. Mi a fenének gyötörjük magunkat? Már legalább 50 dalt írtunk. 62. És mi történt? Semmi.
Megírjuk, én lemásolom, szétkülgözgetjük a kiadóknak és a lemezcégeknek, az énekeseknek. Tony Bennett, Barbara Streisand, Nat King Cole, Four Freshmen. Na és hallottunk felőlük bármit is? Nem. Legjobb esetben is csak lelopják a bélyeget a válaszborítékról. Még hányszor ismételjem el? Irving Berlin vagy 100 dalt írt, mielőtt befutott az Alexander's Ragtime Band-del. George Gershwinről nem is beszélve. Na és Richard Rodgers? Na jó, de ők profik voltak, mi amatőrök vagyunk. Az Isten háta mögött Climaxben. Mit gondolsz, Cole Porter honnan jött? Az indiánai Peruból. Hank Mancini? A pennsylvániai Arequipából Johnny Mercer? Georgiából Savannahból? Csak ő egyedül 4 Oscar díjat kapott. Úgyhogy játsz. Las Vegas vagyok. Hol sajna nincs rulett. Kis cigánylány. Csak csörgő dobja nincs. És Napóleon? De hol a Josephine? Ha te nem vagy itt. Hát ez egyre jobb, öregem, nem? Orvos doktor, kinél nincs pirula, gyilkos pisztoly, amelyben nincs golyó és fogorvos, akinek nem jut fog, ha te. Érzékeny az íny. Gyalázott ilyet mondani egy férjes asszonynak. Miről beszélsz, Orville? Az új fogorvos az, folyton ott lóg nála. Most is ott van, a székében, egészen hátra dönti. És kékáztat neki, kélyesen nevet, az orvos is nevet, mindketten nevetnek, rajtam! Nyugodj meg, öregem, még a végén becsavarod. Dr. Sheldrake, 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 Sheldrake. Hallott a rövidlátó teknősről, aki beleszeretett egy sisakba. És azt is kell, amikor a rövidlátó kígyó megkéri egy darab kötélkezét. Hello! Mondom, hallgass meg őket! Azt hiszi, nem tudom, mind nevet a feleségemmel. Fel fogom jelenteni magát a fogorvosi kamaránál. Ki beszél? Férje vagyok, és ne szórakozom vele. Tudom jól, hogy mit csinál a feleségemmel. Mit csinálnék? Betömöm a bal alsó kis örlőfogát. Mindjárt gondoltam. Beszélni akarok vele. Miss Mulligan, a férje keresi. Mrs. Mulligan, én nem vele akarok beszélni, hanem Mrs. Spoonerrel. Mrs. Spoonerrel? Ő nincs itt. Jövő szerdára van előjegyezve. Jövő szerdára? Ó, megmondom neki, ha hazajön. Igazad volt, fölöslegesen izgattam magam. Nincs is ott. Bolond vagy. Szárnya vesztett. Repülőgép vagyok, hordószónok. Kit hangja elhagyott? Casanova? Amikor nem dugott, ha te... Hogy nincs ott? Akkor hol van? Miért hazudta, hogy oda megy? Az Isten szerelmére, Orville. Hát persze, Johnny Mulligan az. Az anyja fogorvostán ül, ő egyedül van otthon, csak nála lehet. Johnny Mulligannel? Ne röhögtess, nem is borotválkozik. A teljes ember, az borotválkozik, ez biztos valami rejtjel. Egy tucat tojás, az 12. A tejból mögött 12-kor. Te teljesen elmebeteg vagy. Most már mindenki gyanús, aki él és mozog. Néha már benned sem bízom, Barney. Bennem? Félek, Barney. Félek, rettegek. A feleségem a város legcsinosabb asszonya, és el fog hagyni, tudom, érzem. Elbizony. Azt mondod? És tudod miért? Azért, mert egy senki vagy. Zongora órákat adsz $1. Hetente egyszer esküvő vagy temetésre játszol. Nagy dolog. Egy ilyen gyönyörű asszonyt éjjel-nappal kényeztetni kell. Nerdbunda, acapulcói nyaralás, reggeli a Tiffany-ban. A nagy kiugrás. Orville, csak egy sláger kellene, egyetlen egy. Mennyi az a kutyus a kirakatban? 3 millió lemez. Fehér karácsony 8 millió lemez. Azt hiszed, Irving Berlin a feleségiért reszket? Nem hinném. Ezért kell bedobálni az apró pénzt a nyerőgépbe. Nem tudhatod, mikor ütöd meg a főnyereményt. Igen, igazad van. Jö, de akkor dologra. Nagy tojás vagyok. De pirítós nélkül. Jorsépodig. Amelyhez hús nem sül, egy kísértett ház, ahol szellemem jár, ha te nem vagy itt. Egérfogó, amelyben nincsen sajt, Bécsi linzer, amelyben nincsen íz, és Da Vinci, de hol a bolva víz.
te nem vagy itt! Kezdem megkedvelni ezt a mondatot. Na, ugye mondtam. Egy pillanat, uram! Megyek már! Ebben a szellemben tovább. Mit parancsol? Hajvágás, borotválást. Igyekezzem, fiam. Mi az? Tényleg maga az? Persze, a legszebb és a legnagyobb. Hol lehet egy cigarettát kapni? Cigarettát? Aha. Orville! Hé, Orville! Figyelj, Orville! Gyere ide, gyorsan! Az a helyzet, hogy 5 éve itt dolgozom, de először fordul elő, hogy na jó, 61-ben a liberálcsa itt kapott defektet, de még sosem fordult megint olyan, mint maga. Hol van a klotyó? Várjon egy kicsit, hadd mutassam be a barátomat. Orville, nézd ki van itt! Ki? Hát Dino! Üdvözlöm! Orville Spooner zongorázik, sőt a templomban orgonál is. Nem akármilyen muzsikus. Ugyan. Ismerős ez a pofa. Nem a magáé, az övé. Most már mehettek a klótyóra. Orville, ez az. Ő a mi fő nyereményünk. Emlékszel a szerelemre? Vezetős láger volt egy fél évig. Az emlékből több mint 2 milliót adtak el. Ami a fő, saját lemeztársasága van. Megyek, áthozok pár számot. Nem ajtóstól rondunk a házba, finomabb módszer kell. Finomabb? Az, kezd el énekelni egy dalunkat, mint egy mellékesen dudorászva, hát ha felfigyel rá. Értem. Na mi van, mire válsz? Eredj! Lász tojás vagyok, de pirítós nélkül. Jorsér podé. Amelyhez úgy nem fű. Egy kis értet hát, ahol szellem nem jár, ott te nem vagy itt. Egér fogunk, melyben Pécsi linze, amelyben nincsen itt. És a Vinci, de hol a Mona Lisa, ott te nem vagy itt. Egér fogunk, melyben nincsen saj, Pécsi linze. A nőiben van papírkésztörlő. Bécsi linze, amelyben nincsen íz, és Da Vinci, de hol a Mona Lisa? Mona Lisa, egér fogó, melyben nincsen íz. La 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 la, la la la. Las Vegas vagyok, ha sajna nincs rulett, és Napóleon, de hol a Josephine? Ennek mi baja? Fülbe mászóddal, nem? Együtt írtuk. De! Lágy tojás vagyok, ez lesz a címe. Lágy tojás? Agyalágy! Ja, mennyivel tartozom? 5-15-tel. Kár, hogy úgy siet, mert ha lenne egy kicsivel több ideje. Tessék. 100-as? Nem tudok visszaadni, felváltom a bankban. Hát így igyom meg egy kávét Orville-lel. Ismerkedjenek meg. Van egy csomó dalunk. Zongora kísérettel jobban hangszanak. Hopp, hopp. Egy pillanat. Itt van, tessék, $10, a többi a magáé. Várjon csak! Nem néztem meg az olajat. Ismeri azt, hogy a szívemet San Franciscóban hagytam? Nagy sláger, igaz? Hát azt tőlünk lopták. Tényleg? Azt mi szereztük? A szívemet San Diego-ban hagytam címmel. Egyébként ugyanaz a szám, csak pár mérfölddel odébb. Rendben. Van egy olaszos stílusú dalunk is, mint a Volare, csak sokkal jobb, pont magának való lenne. Tegy egy borítékba, és küldj el az irodámba, Hollywoodba. Hogy is nem, maguk mindig csak lellopják a bélyeget a válaszborítékról. Pokolba vele.
Különben sincs semmi hangja. Van vagy nincs, sikere van, nem? De, ezt jól elszúrtuk. Ki tudja, mikor lesz még egy ilyen lehetőségünk. Hm? Úgy satszolom 3 perc múlva. Honnan veszed? Szétkaptam a benzincsövét. Amennyi a karburátorban van, azzal nem jut messzire. Agyalágy! Épp most robbant le a Citrus és Jakka sarkán, bemegy a vasboltba, megkéri, hogy hadd telefonáljon, mindjárt hív, adok neki úgy 10 másodpercet. 5, 4, 3, 2. Vedd fel, én hozom az autómentőt. Barney benzinkútja. Á, üdvözlöm! Hát persze, hogy emlékszem magára. Mi baj? Miben segíthetünk? Mi ez, valami rossz vicc? Rossz vicc? Biztos, hogy nem piszkált bele a motorba? Na hát, micsoda feltételezés. Akkor mi baja? Uram, ha így beszél velem, az lesz a vége, hogy nem árulom el. Márni tanult autószerelő. Az olyan, mint az orvosoknál, esküt kell tenni. Jól van, doktor úr, mi a diagnózis? Ért meg a kocsikhoz. Én? Az ablaktörlőt se tudom egyedül bekapcsolni. A baloldali szívószelep megrepett a vezérműtengelynél, a belső égés miatt. Ilyen súlyos? Időnként előfordul, különösen az olasz kocsiknál. Eleget beszéltünk róla, csinálja meg. Azt mondja, csináljam meg. Los Angelesből kell alkatrészt hozatnom. Ha nekik nincs, akkor a New Yorki forgalmazótól kell rendelni, és ha nekik sincs, akkor egyenesen a gyárból. Milánóból. Milánóból? Nevetséges, ő egy elfoglalt ember. De még mennyire? Oda kell érnem egy tévéshow felvételére. Ó, melyik csatornán lesz? Nem mindegy, az magának az istené. Meg akarom nézni. Együtt fogjuk nézni, ha sokáig itt rostokolok. Csendesebben jó, hadd gondolkozzak. Az például egy megoldás, hogy egy régi Chevy szelepét méretre reszelem. Azzal eljut Hollywoodig. Érti a dolgát. Na és az meddig tartana? Ha egész éjjel dolgozom, talán reggelre meg vagyunk. Töltsem az éjszakát ebben a porfészekben. Most nyílt meg egy vadonatúj motel. Nem tetszene neki. Büdös. Hogy mondhatsz ilyet? Teljesen modern. Összkomfortos. Nem hallottad, mi történt? Egy görény bemászott a légkondiban. Nem érdekel. Elalszom akár egy üres biliárdasztalon is. Mr. Spooner biztos szívesen elszállásolja. Ugye, Orville? Én? Ja, természetesen. Van neki vendégszobája. Itt van a szomszédban. A felesége meg... A felesége csodálatosan főz. Vettem az adást. Erre? Hova megy? Maradjon csak itt, és kezdje reszelni azt az ízét. Mehetünk. Mondja, ha már egy cipőben járunk, a zene útján. Nem gondolja, hogy a rock'n'roll megy ki a divatból? Már nem írnak olyan számokat, mint régen. Olyan örökzöldeket, mint a csillagpor, meg a melankólia. Nincs kedvem csevegni, fáradt vagyok. Ez csendes, nyugodt hely. Feküdjön le szépen aludni. Aztán megvacsorázunk, utána pedig leülünk az zongorához és énekelgetünk. Ez itt az egyetlen szórakozás? Van egy tekepálya is, és a Pringles vasbolt előtt állva lehet nézni a színes tévét a kirakatban. Ó, azt hiszem félreértett, barátom. Azt kérdeztem, nők vannak-e? Nők? Ó, mármint igazi szórakozás? Igen, igen. Úgy kell nekem, mint a levegő. Gondolhattam volna a plegykarovatból. Nem azért, mert szeretem, hanem mert muszáj. Ha egy éjszakát kihagyok, másnap olyan fejfájással ébredek. Nem, nem. Ez a mi ágyunk. A magáé ott van. Ez az. A varrószoba és a vendégszoba kombinációja. Fel kéne hangolni. Felhangolni? A problémát, mármint a fejfájást illetően, megpróbálhatná a köldököt. Mi csodát? Van egy vendéglő a városon kívül. Azt hívják köldöknek. Nagyon csinosak a pincérnők, és nagyon kedvesek is. Legalábbis azt beszélik, én még sosem jártam ott, házas ember vagyok. Ó,
A feleség? Igen, uram. Csibehúsnak hívják. Valójában Zelda. Csak én hívom Csibehúsnak. Nem rossz. Var, és köt, befőz, meg saját maga termeszti a petrezselymet. Nagyszerű asszony lehet. Igen, az. Szerencsés fickó. Azt hiszem, mindent megmutattam. Megtalálja, ami kell. A melegvizet kicsit ki kell folyatni, ha bármire szüksége volna. Viszlát! Szívem. Szervusz. Ne haragudj, sokáig voltam, dr. Sheldrake üdvözletét küldi. Kedves tőle. Na és milyen volt? Micsoda? A fogorvosnak. Ja, minden rendben. Nagyon fájt. Nem, de ki kell húzni a bölcsesség fogamat. Zelda, hazudsz. Talán meg tudja menteni. Nem is voltál a fogorvosnál. Jövő kedre vagy előjegyezve. Jövő szerdára. Akkor viszont hol voltál ma? Ha tudni akarod, a mamánál. Szombat délután? Nem olyankor dolgozik a vérbankban? Orville, nem válaszolok több kérdésedre. Még egyre sem válaszoltál. Unom, hogy folyton kémkedsz utánam, hogy faggatsz és ellenőrzöd a kilométer óra állását. Ne tereld másra a szót. Ha beoltatom magam, rögtön tudni akarod, ki harapott meg. Tényleg, ki harapott meg? Vagyis hol voltál? És mi van a dobozban? Tényleg kíváncsi vagy rá? Igen. Ajándék a szeretőmnek. Ó, ó, igazán? Drága férjemnek az 5. házassági évfordulónkra. Ma van? Szeptember 30-án. Azt hittem 31-én. Meglepetésnek szántam, de elrontottad. Ne haragudj, drágám. Szörnyeteg lehetek. Az vagy. Nem is értem, miért jöttél hozzám. Én magam sem. Elmebeteg vagyok. És féltékeny. Gyanúsítgatlak, keresztkérdésekkel bombázlak. Tudod, miért jöttem később? Nem kell megmagyaráznod. Azok a hülyék a cukrászdában. Pisztáciát rendeltem, és csokis a csütöttek. Azt meg te nem szereted. Pisztácia, csoki, kit érdekel? Szeretlek. Tulajdonképpen nem bántam, hogy várnom kellett. Különben sose látta volna őt. Kit? Kinéztem az ablakon, és ott hajtott el az autójában. Ki? Napszemüveg volt rajta. Ráfért volna egy borotválás. De így is megismertem. Kit? Dénót? Kis hián elájultam. 16 éves korom óta megőrülök érte. Sosem mondtad. Én voltam a Dino rajongó klubjának elnöke és pénztárosa. Csak ketten voltunk, én és Rosali Schulz. De ő aztán átpártolt Mitch Millerhez. Érthető. Képzeld el, Dino személyesen a Citrus Avenue-n kocsizik. Biztos csak képzelődtél. Hát ez nevetséges. Hát mit keres egy ilyen fickó itt Climaxben? Olvastam valahol, hogy Hollywoodban van. Tévézik. Mit csinálsz? Csak felteszem a vollárit. Ne tedd fel. Miért ne? Sose lehet tudni, hogy ki toppan be. Ki? Hát mit tudom én? Rosali Schulz, Mitch Miller, akárki. Különben is. Egy idegen férfi csak ne énekelje neked, jó? Megint kezded? Úgy értem, végső soron házassági évfordulónk van. Van neked egy meglepetésem. Egy meglepi? Tetszeni fog. Megyek a varrószobába és befejezem. Jó, menj csak. A varrószobába. Zelda! Vár! Ha minek mennél be oda? Varni szeretnék. Varni, de mi? Az titok. De én nem szeretem a titkokat. Ha ragaszkodsz hozzá, vartam magamnak egy fekete műsejem neglizsét, már csak a csipkét kell rávarnom. Estére kész akarok lenni. Nincs szükséged csipkére. Nekem még neglizsére sincs szükséged. És nem kell megvárnunk az éjszakát. Ma már nincs több órám. Egyedül vagyunk itthon. Úgyhogy mi lenne? Most fényes nappal? Ez benne a pláne. A szabálytalanság.
egy váratlan kis csavar. Orville, te már megint a Playboyt olvastad. Egy pillanat, és mindjárt visszajövök hozzád, csibehús. Épp hozzád indultam. Nézd, mit hoztam. Ami olasz ételt csak kapni lehetett. Makaróni, parmezán, pizza alap, Chianti. Nem kell. De hát ezt szereti. Kap egy jó olasz vacsorát, eljátszod neki az olasz dalunk. Nem, nem, beül az olasz autójába és eltűnik. Ezt hogy érted? Nem akarom, hogy itt legyen. Meg kell szabadulnunk miután tőle. Miután végre becsaltuk? Megmondtam. Miért? Azért, mert szexmániás. Na és, az ő baja. De az én feleségem. Már is rágerjedt. És ami még rosszabb, Zelda is oda van érte. Oh, és miért baj az? Tetszik Dinónak, Dino is Zeldának, amíg te a dalokat nyomatod, Zelda, hangulatba hozza. Ó, te nyomorult! Azt akarod, hogy a feleségemet használjam fel? Vigyázz a Chiantira! Inkább ne adjak el egy dalt sem, inkább éjjel halok, mert szeretem Zeldát, imádom és tisztelem! Nem bízol benne? Nem! Bocsáss meg! Nem vagyok hajlandó vitatkozni, Barney. Ragd vissza a benzincsövet és hús! Ne kapkodjuk el! Miért Dinótól szabaduljunk meg? Szabaduljunk meg Zeldától. Zeldától? Persze, küld el hazulról egy éjszakára, ha annyira félted. Küldjem el Zeldát. Ez már jobban hangzik. Hm? De ez sem jó. Miért nem? Nem figyeltél arra, amit mondtam. A pasas csak a szórakozás érdekli, más nem. Nem fog egész ilyen velem üldögélni, makaronit zabálni és a dalainkat hallgatni, hanem átmegy a köldökbe nőket hajkurázni. Várj csak, álljunk meg egy percre. Miért kellene átmennie a köldökbe, amikor házhoz hozhatjuk neki a köldököt? Most viszont te kapkodsz. Amint Zelda kihúzta a lábát a házból, ide hozunk neki egy szép pincérlányt. Ő majd itt tartja. És hogy magyarázza meg neki? Hogy féltettem tőle a feleségemet, ezért ide hoztam neki egy szotykát? Nem kell megmagyarázni semmit. A lányt úgy mutatott be, mint a feleségedet. Tessék! Tudja, hogy néz ki Zelda? Nem. Na ugye, annyit szórakozhat, amennyi jól esik. Barney, te beteg vagy. Csikizheti, csipkodhatja, tapizhatja, birkózhat vele. Bocsáss meg! Édes kis csibehúsi. Megyek, Orville! Jól van, remek ötlet. Árulj el valamit, ha olyan okos vagy. Hogy szabadulok meg Zeldától? Mi sem könnyebb annál. Üsd meg. Üssen meg. Provokálj veszekedést. Haragítsd magadra. Vágj az arcába egy grapefruitot. Számos módja van. Tegyem tönkre a házasságomat. Egyetlen éjszakáról van szó. Sírdogál egy kicsit, hazamegy a mamához. Holnap reggel pedig mindent megmagyarázol neki.
Veszel neki szép ajándékot, addigra lesz miből, mert eladjuk az összes dalunkat. Azt mondod, minden ok nélkül egy grapefruitot. Bele a képibe neki. Nem, nem tudom megtenni. Muszáj, nem. Mert szereted, az ő érdekében, érted? Sok szerencsét, és minél előbb es rajta túl, mert már is indulok a köldökbe, és hozom a hölgyikét. Orville? Ah, ez Barney hozta a házassági évfordulónkra. Miért öltöztél fel újra? Újra? Miután lezuhanyoztál. Hogy én? Ja, igen, persze. És újra felöltöztem, mert hirtelen olyan hűvös lett. Te viszont nem voltál hűvös. Mikor? Amikor zuhanyoztam. Azt hittem, te is bemászol a zuhany alá. Tényleg? Izé, azt mondod? Így jó sokat spórolhatnánk a vízszámlám. Mm-hmm. Nézd, mit találtam. Mit? Az esküvői képeinket. Ó, várj, hadd tegyem le a cuccot. Jól van. Hé, maga! Beethoven. Mikor láthatom végre a feleségét? Most undított el. Az imént zuhanyozott, de ezt azt hiszem tudja. Azt mondta, saját petrezselymet termeszt. Igen. Vacsorára kap belőle. Akkor majd láthatja. A vacsoránál. Azt hiszem, legjobb lesz, ha én is hunyok egyet, hogy friss legyek és kipihent. Friss? Valami azt súgja, hogy kellemes esténk lesz. Édesem, el fogsz ájulni tőle. Na ne, mitől? Az esküvői képektől. Emlékszel arra a napra? Mi az, hogy? Életem legförtelmesebb napja volt. Azt hittem a legszebb. Azt hitted? Csak az volt a baj, hogy túl sok mindent csináltál egyszerre. Kihallott olyat, hogy a vőlegény maga orgonál a saját esküvőjén. Nézd anyámat, kísírta mind a két szemét. Örülök, hogy szóba hoztad. Tudod, mi a véleményem az anyádról? Nem. Jól van, megmondom. Ha csak meglátom, hánynom kell, ahogy szegény apáddal bánik. És tudod, hogy néz ki a szép irtyó? Mint Godzilla. Na-na, Orville. Mit na-na? Anyámmal tényleg nehéz egy kicsit, de... Úgyhogy nehéz. Elviselhetetlen, egy aljas, gonosz, nagyszájú, mindelében kanál vén szatyor. Na, ehhez mit szólsz, mi? Hát alapjában véve igazad van. Tényleg? Mit gondolsz, miért mentem férhez? Hogy megszabaduljak tőle. Ó, szóval csak ezért jöttél hozzám feleségül? Tévedsz, nem csak ezért, hanem mert szeretlek is. Ó. Itt vannak a nászúton készült képek. A nászúton? Istenem, az micsoda borzadály volt. Azt azért nem mondanám. Ó. Nem mondanád? Elismerem, az első éjszaka valóban csalódás volt, amikor nem kaptunk szobát, és az öreg Rambler 5-ben aludtunk. Nem Rambler, Volkswagen volt. Drágám, itt a fénykép, egy kék Rambler volt. Rózsaszínű volt. Miért mondod? Persze, hogy kék volt. Pont olyan színű, mint a szemem. A te szemed is rózsaszínű. Miket beszélsz? Kék a szemem. Azt mondtam, rózsaszínű. Képtelen vagy felfogni? Orville, mi ez? Valami új játék? Vajon ki lehet az? Jó napot, Mrs. Spooner. Bemehetünk? Persze, tiszteletes úr. Jó napot, Mrs. Spooner. Szia, Rosalie.
Elnézést a zavarásért, de aláírásokat gyűjtünk egy petícióhoz. Sürgetjük a városi tanácsot, hogy zárják be azt a förtelmes lokált. Hölgyeim, bocsássanak meg a kifejezésért. A köldököt. Persze, szívesen aláírjuk. Ugye, Orville? Aláírjuk? Ez egy undorító, erkölcsi fertő. Közösségünk szégyenfoltja. Úgy tudom, kiskorúaknak is adnak el cigarettát. Rozálival oda mentünk körülnézni, és két vadidegen férfi meg akart hívni minket Vladimir ide. Határozottan az volt a benyomásom, hogy szerelmet árulnak pénzért. Szerelmet árulnak? Cole Porter, 1,5 millió eladott lemez. Jól van, mire várunk? Kinél van egy töltőtól? Ó, látom, házassági évfordulójuk van. Az 5. Milyen gusztusos torta. Pisztácia? Nem kóstolják meg? Nem akarjuk elrontani. Na jó, legfeljebb egy kis palackát. Ha már felvágod, én is kérek egy kicsit. Tiszteletes úr. Ó, nem köszönöm, koleszterin tudja. Ó, köszönöm. Köszönöm. Ó. De ha volna egy fél grapefruit a háznál... Tulajdonképpen a feleségemnek tartogattam. Köldök. Várni. Polly dolgozik ma? Persze. Hol van? Visszaszőkítette magát a lelkem. Nem hiszem el. De Polly, azon tanakodtunk, hogy maradott az az izé? Betekertem. És mi történne, ha kitekerném onnan? A szemeddel ott csanna a sör. Innen? Nem. Innen. De! Figyelj, Berta, még mindig kell az az üléshozat a járgányodba. Miért? Féláron a tiéd lehet. Ha megteszel egy szívességet. És pedig? Nekem édes mindegy, ha Polly benne van. Figyelj, Polly, volna neked egy ajánlatom. Vigyázz, most egy nagy jön. Egészségedre. Mondom, van neked egy ajánlatom. Kellenél. Pont most? Életbe vágó. Igen, képzelem. Tulajdonképpen nem rólam van szó, hanem egy barátomról. Ugyanis partit rendez. Egész éjszakás munka. Be vagyok osztva, éjjel egyelőtt nem végzek. Az nem gond, már beszéltem Bertával. Le van pacsizva. Keríts magadnak valaki mást. Teljesen ledöntött a lábamról ez a nátha. Hát, ha lemondasz 25 dolcsiról. Mennyiről? 25 dolcsiról. Már is sokkal jobban vagyok. Jó van, járjom, gyerünk. Ó, nem akarod, hogy átöltözzek? Jaj, menjünk már, jár a motor. A kabátomat felvehetem. Minek? Azt akarod, hogy tüdőgyulladást kapjak? A gyógyításomat még a kék kereszt sem fedezni. Jó van, de igyekez, hátul várlak. Vacsorád. Későn jövök haza. Polly! Megyek már! Aztán nehogy egész éjjel tévézzél. Nem teszi ott a szemednek. Bum, bum!
Ne viccelj! Nem szállok be egy teherautóba! Nézzenek oda, Grace hercegnő! Vágd a kufferodat, de gyorsan! Vedd tudomásul! Nem vagy úriember! Gyerünk, mozog már! Egyébként miféle parti lesz, ahová vegyünk? A barátom majd mindent megmagyaráz. Mit izgatod maga? Utoljára július 4-én vállaltam ilyen melót. Nagy kombuli volt, tűzijátékkal, meg minden. A végén engem sorsoltak ki. $80 mentem el. De másnap visszadobták a csekkemet. Egy nyavajakorságon kívül nem kaptam semmit. Viszlát, Mrs. Spooner! Viszlát, Rozali! Gyerünk, menjünk, hölgyeim, még sok a dolgunk! Istenem. Össze kell szednünk még 400 aláírást! Milyen kedves házaspár! Tiszteletes úr! Nincs szüksége segítségre. 400 aláírás az nagyon sok. Vigye magával a feleségemet. Zelda nagyon ügyes az ilyesmiben. Hogy is, ne eszemben sincs a házassági évfordulójukon! Erre szép fiú! Hát, ha hoznak egy újabb petíciót. Igen. Na, hol is tartottunk? Tudod, nagyon más lesz ez a város, hogyha betalálják zárni a köldököt. Mit törődsz vele? Hogy mit törődöm vele? Ha érdekel, én voltam a legjobb kuncsavtyú. Te? Amikor azt hitted, a kórussal próbálok, vagy te kéze, vagy a Pringles kirakatában színes tévét nézek, valójában a köldökben mulattam az időt. És mit csináltál? Cigarettát vásároltam, meg Bloody Maryt vedeltem, meg mindenféle egyebet, de inkább nem beszélnék róla, mert még zokon vennéd, és faképnél hagynád. Mi az az egyebek? Nyilván begyöpösödött alaknak tartasz, de kérdezz csak meg bármelyik pincérlányt. Micsoda vattigris vagyok. Még szép, hogy az vagy. Nem is szeretném, ha más lennél. Szegény Zelda. Mindig a feleség tudja meg utolsónak. Micsodát? Mitagadás? Évek óta csak a nőket hajkurászom. Ó! Oh. És nem csak a pincérlányokat, de a legjobb barátnőidet is. Név szerint? Nos, úriember lévén nem mondok neveket, de háladáskor is volt egy kis etyepetye az orgona karzaton. Ó, Rozali Schulzzal? Honnan tudod? Mindent elmesélt. Jókat nevettünk. Úgy érted, kitárgyalod más nőkkel a szexuális életemet, és még nevettek is rajta. A szexuális életedet? Az, hogy felkergeted a harangtoronyba? Az az igazság, hogy ő kergetett fel engem. Hát aztán mi a különbség, ha úgysem ért utól? És különben is én bízom benned. Mi? Bízol bennem? Ennél sértőbbet nem is lehet mondani egy férjnek. Talán azt hiszed, más nők már nem is vonzanak. Engem viszont te vonzol. Gyere lefeküdni. Hogy is ne? Most végre kibújt a szög a zsákból. Kiderült, hogy egy cseppet sem érdekellek, mert ha szeretnél, féltékeny lennél, küzdenél, értem. Ez a létező legprimitívebb érzelem. Itt vannak a vatuszik. Mindent olvastam róluk a National Geographicban, Sheldrake várójában. Ha egy vatuszi feleség rajta kapja férjét egy másik nővel, tudod, mit csinál? Nyakig betemeti a nőt a homokba, a fejét jó alaposan bekeni mézzel, és ráengedi a vörös hangyákat. Te meg mit csinálsz, ha Rozali Schulz szemet vett a férjedre? Megkínálod pisztácia tortával? Jó, ha csak ennyire vagyok fontos neked, akkor végeztünk, egy percig sem maradok itt tovább. Hova mész, Orvin? Hazamegyek a mamához. Orvin, várj egy kicsit, mit csinálsz? Igaz is. Miért én megyek? Fordítva kellene, te mész haza a saját anyádhoz. De édesem, mi ütött beléd? Álló nap csak kötözködsz velem. A te érdekedben. Nincs elég hely hármunknak. Hármunknak? Vagyis négyünknek. Pucolj a háztól! Orville, te teljesen meg vagy zavarodva. Én vagyok az, a feleséged. Zelda, nem emlékszel? 5 éve esküdtünk meg, hogy szeretni, tisztelni és becsülni fogjuk egymást. Olyan ideges voltál, hogy a pap ujjára húztad fel a gyűrűt.
Haj, elég ebből a szentimentális gicsből! Kifelé! Ó, oh, nem! Nem! Ne sírj, csibehús! Kérlek! Lehet, hogy ezt most nem érted. De holnap meg fogod érteni, ha majd mindent megmagyarázok. Ne fáradj! Se holnap, se már, akkor soha többi! Zelda! Hejha, micsoda időzítés! Gyerünk főzni! Bár csak én főnék már egy pokolbéli kondérban. Ne siess, nézd meg, mit hoztam desszertnek! A kisasszony Polly! A barátom Orville! Hello! Ne itt! Nem kell, hogy a szomszédok meglássák. Menjünk be a házba! Szép fogadtatás! Polly, ne nyafogj, KP-ban fizetünk! És nem nyavaj a korsággal! Gyertek! Elnézést, van itt valahol egy papírkosár. Mm. Na, mit szólsz hozzá? Azt hiszem megfelel, bár nem tudom. Nekem elhihetett prima anyag, igazi bombázó. Mi a fene van? Még az áldását kell adni rá. Nem, nyugi, áll az alkú, ugye? Persze, ha már eddig eljutottunk, végig is csináljuk. Ne erőltesse, ha nem megy. Félreérted, kisasszony, maga nagyon csinos, és meg leszünk elégedve magával. Most meg mit akar? Referenciát? Nyugodj meg! És te is! Meglátjátok, minden rendben lesz! Remélem is. Nem olyan biztos. Na, magatokra hagylak. Muszáj, mondd! Meg kell faragni azt a szelepet. Ja, és még valami. Az egész éjszaka a tiétek, úgyhogy nyugi. Nem kell rögtön az zongorával kezdeni. Lassan építsd fel, ugye érted? Mondjuk... Vacsora közben beleszülheted a társalgásba. Vacsora után aztán dur bele, pum! Na, hogy is szervezzük meg? Nézze, én profi vagyok, bárkit megkérdezhet. De semmi perverzió, rendben? Ja, és szörnyen meg vagyok fázva. Miért hallott már olyat, hogy valaki kellemesen volt megfázva? Nagyon szép kis lakás. Ó, tetszeni fog. Nem túl nagy, de tiszta. Mi van? Hogy mi van? Nem tudom, maga hozta szóba. Mindenek előtt vegye le ezt a ruhát. Csak úgy, hip-hop. Igaza van. Előbb megnézem, nem jött-e vissza a feleségem. Igen, azt okosan teszi. Gondoljon bele, ha nem lenne reluxa, mind leúszhatnánk a rolót. Nem lehet elég óvatos a maga pozíciójában. Ezt hogy érti? Ó, mindjárt megismertem magát. Minden vasárnap látom a templomban orgonálni. Maga templomban jár? Az összes lány jár. A kövér Berta szokott elfuvarozni minket. Hát, úgy tartják. A család együtt imádkozik. Nem, csak ez Berta szerint javítja a hírünket. Fel ne ébredjen nekem, még ne! Ha rájön, miről van szó, meghalunk. Kicsoda? Bárni meg én. Nem, ki az, aki rájön valamire? Remélem, senki. Szóval, kezdhetjük? Hát persze. Jaj, ne! Ne itt. A hálóban. Ha? Ahogy tetszik. Ne haragudjon, kissé ideges vagyok, de nagyon sok múlik ezen. Remélem, sikerül. Mindent megteszünk. Köszönöm. Tessék, vegye fel a feleségem ruháját. Minek? Mert másképp nem fog menni. Eljátsszuk, hogy maga a feleségem. Nem lehet, hogy maga egy kissé aberrált. Bárni nem mondott semmit. Semmi ilyesmire nem készített fel. Jobb, ha lelépek. Várjon egy perc. Na hát, szégyelheti magát. Az a sok ember a gyülekezetben. Tudja, milyen életet él maga a hét többi napján. Valamit félreért. Nem nekem kell, hanem neki. Kinek neki? Ott van bent, most alszik.
Mi ez a játék, székfoglaló? Bármi azt mondta, nem neki lesz, hanem a barátjának. Most maga is azt mondja, hogy nem magának, hanem a barátjának. Azt nem mondanám, hogy a barátom. Inkább aféle üzleti kapcsolat, és folyton szórakozni akar. Semmi kifogásom ellene, de ne Zeldával. Ki az a Zelda? Maga. Én? A feleségem, de ma éjjel maga lesz, úgyhogy maga Zelda. Te jó ég, mibe keveredtem. Ó, hát ha még meglátja, kiről van szó. El fog ájulni. Igazán? Mi az, hogy... No, fene, ki lehet az? Richard Burton? Nem, de már langyos. Tessék, próbálja fel. Talán kicsit szűk lesz, de annyi baj legyen. Richard! Hoppá! Mi a baj? Leesett a köldököm. Hol van? Azt hiszem, begurult oda. Hol vagyok? Climaxben. Hol? Nem emlékszik. Megrepett a szelepe. Beethoven. Hány óra? Még csak 4 óra, úgyhogy nyugodtan aludjon tovább. Mondja, mit keres maga ott lent? Csak a feleségem köldökét. Ó. Nagyon jól néz ki, Polly. Kösz, de Zeldának hívnak. Ja, igen, persze. Néni, gyertya. A fiókban találtam. Így sokkal hangulatosabb. Gyertyafény nélkül nincs romantika. Ó. A házi asszonyok lapjában olvastam ilyesmiket. Mit kell tudnia egy menyasszonynak, mitől boldog egy férj? Nem kéne névkártyákat kitennünk. Fölösleges. Csak 3-an leszünk. Mondd csak, hogyan ismerkedtünk meg? Hogy? Bárni hozott ide. Nem, Zeldával. Zelda vagyok, nem emlékszel? Mégiscsak, hogy tudjam. Ja, a kórusban énekeltél. Azért figyeltem fel rád, mert többnyire hamisan. Ott tartottál gyakorolni? Szép is lett volna, de anyád árgus szemekkel figyelt, sosem kedvelt. Tehát? Tehát, hogy bevágódjak nála. Tudod, a vérbankban dolgozik. Hetente 3-szor megjelentem egy pint vért adni. Heti 3 pintet? Másnap besúnyogtam Silver Citybe a kórházba vérátömlesztésre. Nagyon oda lehettél, értem. Az nem kifejezés. És hogy kérted meg a kezemet? Nos, írtam egy szerelmes dalt. És egy nap, amikor a zongorádat hangoltam, előadtam neked. És győztem. Istenem, milyen lehet, ha dalt írnak az embernek? Tudod, amikor gimibe jártam, volt egy fiú, aki verseket írt hozzám. Milyen verseket? Krétával, a járdákra, kerítésekre. Nekem kellett lepucolnom. Poli, Zelda, légy szíves, vigyázz a szószra. Jó. Nem szívesen dolgoztatlak már, mint háziasszonyként. Élvezem. Ami azt illeti, egyszer én is majdnem férjhez mentem. Majdnem? Úgy kerültem ide, Nevadába. Honnan? Jersey Cityből jöttem. Egy szállodában dolgoztam, manikűrösként. Az apám hagyott rám $1200. Akartam nyitni egy saját kis szépségszalont.
Akkor ismerkedtem meg vele. Ez elég sótlan. Kicsoda? Kereskedő volt. Hula-hop karikákat árult. Emlékszel azokra az izékre? Feleségül akart venni. Ez érthető. Vettem egy használt autót lakókocsival, és elindultunk Nevadába. Itt aludtunk. Úgy volt, hogy másnap összeházasodunk Vegasban. Bors is kéne bele. És mi történt? Amikor reggel felébredtem, már csak hűlt helye volt, az autónak is. Ennyi volt. Nem tud valakit, akinek kell 6 tucat hula-hop karika a szivárvány minden színében? Egyszerűen odébb állt. Gondolhattam volna, hogy tető. Kicsi volt a holdja. A mi csodája? Na, tudod, a holdja. Az az izé a körmén. Neked például szép nagy holdad van. És az jó? Azt jelenti, hogy úriember vagy. Ha valaki manikűrös, sok mindent meg tud az emberekről, ha a körmükre néz. De életemben nem volt a manikűrösnél. Ebben a városban senki. Ezért kellett a köldökben munkát vállalnom, hogy összekaparjak egy kis pénzt és vegyek egy új kocsit. De mindig közben jön valami. Azt hiszem végleg itt ragadtam. Szép lány vagy. Biztos találsz egy magadhoz való férfit. Reménytelen, ha csak el nem megyek innen. Errefelé engem legfeljebb a mixer ajánlgat. Próbálja ki a bombázó polit. Minden kész van, mindjárt kijön. Ezt a hangot, mintha ismerném valahonnan. Persze, hogy ismered, hiszen énekes. Ki az? Ne álljulj. Mondd már meg, ki az? Hát, Dino. Dino? Úgy bizony. Andy Williams-t jobban csípem. Ssss, az Istenért vigyázz, és próbáld meg elvarázsolni. Aj, ne izgulj, értem a szakmámat. Na, hadd nézelek csak. Ki kéne gombolni pár gombot? A feleséged nem gombolná ki. Hát ő tényleg nem. A gyűrű. Nincs rajta gyűrű. Vedd fel ezt. Jó, ez nem ütközik törvénybe. Mármint mi? Hogy gyűrűt hordok, papi áldás nélkül. Jaj, ne butáskodj. Gyere, menjünk a nappal. Otthonosan, családiasan, fő a családias benyomás. Te ülj le ide, én meg vagy ide. Nem, ez nem elég családias. Te kössél, én meg olvasok. Csak, hogy én nem tudok kötni. Akkor te olvassál, és majd én kötök. Nem, ez nem lesz jó. Várjunk csak. Elnézést, jó felé megyek Disneylandbe. Oh, hát nem is hallottuk. A feleségem, Zelda. Kész csókom a szorom. Oh, férjem mondta, hogy nálunk szállt meg. Oh, micsoda meglepetés. Zelda gyűjti a lemezeit, nagyon oda van magáért. Én meg érte vagyok oda. Ezt magának szedtem útközben. Ó, oh, de gyönyörű. Ígyunk valamit. Mit adhatok? Egy koktélt, töményet, vodkát jéggel? Nem, köszönöm. Nem iszik semmit? De egy korty bourbon, egy kis jéggel. Bourbon, jó ötlete. Te mit kérsz, fiam? Ha volna egy kis kefír a háznál. Kefír? Már is hozom. Ennyi, na, hát mit állnak ott? Rajta! Beszélgessél! Mondjon valamit. Mégis mit? Ahogy, hogy ide vetődött Climaxbe. Ó, azt hiszem szerencsém volt. Hoppá.
Hoppá! Az a próbababa nem méltó magához, még ugye a tömésekkel sem. Ó, azt hiszem, felszedtem jó pár fontot. Sose bánja. Ha engem kérdez, magából semennyi sem elég. Csibehús. Találja ki, mennyit nyom. Satszolja meg. Szabad? Csak bátran. Százszizenöt font. Próbálja újra. Boldogan. Százhúsz font. Langyosodik már. Jaj, nekem. Ó, már eleget próbálta. Na, és én mennyit nyomok? Rajta csibehús, próbáld meg te is. Igen. 173 és fél pontot. Így nem ér. Asra ütve. Csincsin. Tessék? Csincsin. Csingling a jégkockától. Vicces, nagyon vicces. Felékig, aki igazi férfi. Nem ülünk le? Igen, üljünk le. Csibehús, Dino, én meg majd ide ülök. Hol lőtte ezt az alkalmatosságot? Régi családi bútordarab. Szerelmi ülőke. Szerelmi ülőke? Három személyes? Viktória korabeli, tudja? Két szerelmes és egy gárdedám, de senkit nem tartott vissza. Többnyire idős, hogy lévén félig süket, félig vak, itt üldögélt és kötögetett. Kötögetett? A legjobb terápia. Segített leszokni a dohányzásról. Leköti mindkét kezemet. Hogy is mondják? A tétlenség az ördög párnája. Na, és mit köt? Harisnyát. Garbónyakkal? Ó! Kicsi a holdja. Jaj. Min van nekem? A feleségemnek van egy elmélete. Ha valakinek kicsi a hold a körmén, akkor az úriember és tudós. Érdekes. Hát itt vagyok én. Nekem nagy a holdam. És tudja, mi vagyok én? Egy tettű. Ami engem illet, csak félig talált. Nem vagyok tudós. Egy sima, egy fordított. Micsoda finom illatok. Ez a mártás. Összefut a nyál a számba. Csináltunk magának pizzát is. Jó volna egy kis kóstoló. Elvenni az étvágyát. Fogadjunk. A szentségét. Jaj, mi baj? Leesett a szem. Ha megengedi, kiszabadítom a kezét. Ismerik azt a történetet a lányról és a rákról? Nem, mesélj el. A leányzó a mozgóban csücsül. Egy pasas leül mellé. Ott ülnek a sötétben, és nézik a filmet, és a lány hirtelen érzi, hogy valami mászik fel a lábán, és megcsípi! Kérem, folytassa! Aztán megint érzi, hogy mászik, és megint megcsípi! Mire a lány mondja, miért csípked engem folyton, mire a pasas? Nem is én voltam, hanem a rákom. A rákja? És megmagyarázza, azt mondja. Egy barátomtól kaptam egy eleven rágot, mire mondtam neki, nagyszerű, hazaviszem vacsorára, mire a barátom, ne fáradj vele, már vacsorázott, vidd el inkább moziba. Már vacsorázott a moziba. Ugye mondtam, jó pofa, picska. Jó pofa. Van még ilyen történet? Persze, hogy van, igen. A szép asszony elmegy az orvoshoz. A doki beküldi a paraván mögé, hogy vetkőzzön le, amikor kész a nő kiszól. Doktor úr maga nem vetkőzik.
Ezt meg kell jegyeznem. Igen. Elnézést, megnézem, hogy áll a vacsora. Azt hiszem, ez a magáé. Az enyém a magáé, hát nem mindegy. Ne segítsek szépen! Nem, maradj csak ott, ahol vagy, Csibehús. Kényeztesd a vendéget, mutass meg neki, mi az a vendégszeretet. Nem szeretnénk, ha holnap fejfájással ébredne. Mi van itt? Rejtett kamera? Most biztos azt hiszi a férjem kicsit hóbortos. Dehogy is, tulajdonképpen egészen megkedveltem. Én is. A feleségért pedig megőrülök. Tudja, mi az, amit most nagyon szeretnék? Oh, persze. Még egy pohár bőrben, kis jéggel. Árulja el! Mit? A férje miért hívja Csibehúsnak? Talán azért, mert papírbugyit hordok. Papírbugyit? És karikagyűrűm is van. Ugye ez milyen ellenszenves? Icipici holdja sincsen. Ne törődj a holddal! Menj vissza és szórakoztasd! Jó van, de milyen jogom bánik így a feleségeddel? Még jó, hogy nem vagy a feleséged, mert akkor kihajítanám. Ért. Ó, bocsánat. Papírbugyi. Forró. Vigyázat. Nem tehetek róla. Mondja, nem kér egy makaróni pakolást. Ahogy gondolja, drágám, hintsen meg parmezánnal, döfje belém a konyha kést. Maga nagyon rámenős, igaz? Nem mondhatnám, de csak ez az egy éjszakánk van, úgyhogy bele kell húznunk. Ez most egy kivételes helyzet. Itt a jó öreg borpancsoló, én! Kérem, üljünk asztalhoz. Ó, nem kellett volna ilyen felhajtást csinálni. Ugyan kérem, olyan hálás vagyok. Ma van az 5. házassági évfordulónk, és elfelejtettem ajándékot enni Zeldának, úgyhogy helyette megkapja magát. Hiszen azt tartják, a fehér borhoz hal, a vöröshöz Csibehús dukál. Hidd el! Ennél jobb nem is történhetett volna veled. Ha csak egyszer mondtam volna, de ezerszer mondtam, hogy ne menj hozzá. Arvi J. Spooner. Tudod, mi ez a J? Jó madár. A férjed egy jó madár. Ráadásul heti 60 dollárnál soha nem keresett többet, nem viszi így semmire. Ha belegondolok, hogy Veli Coateshoz is hozzá mehettél volna. Dr. Wallace Coateshoz. Kelson City második legsikeresebb csontkovácsához. Ne hintász, Henry! Vagy itt van Tom Pringle. Odáig volt érted. Ma már a kereskedelmi kamara elnök helyettese. De hagytad, hogy Glenn Bukic lecsapja a kezedről. Gladys Bukic, az az alacsony, pattanásos, csámpás nő. Sírni tudnék. Tudod, mit csinált az a drága fiú? Vedd Gladys szüleinek egy házat Delweb Sun Cityben, úgyhogy nyugdíjba mentek, és még a malmoznak, dámáznak a többi nyugdíjassal. Jaj, Zelda, hogy ronthattad így el az életedet? Elég, anyus, hagyd már békén. Mihez, mondtál valamit? Mostanában nem. Holnap reggel elmész az ügyvédhez. Charlie Greenhez. Hozzá is feleségül mehettél volna. Meglásd, a válás nem lesz probléma. Ne félj, majd én elmegyek a bíróságra, és elmondom, hogyan bánt velem. Rácsapta kezemre a zongora fedelét, csak mert megmondtam, hogy tehetségtelen senki. Hova mész? Haza. Vissza Orville-hoz? Igen, mama. Igaza volt veled kapcsolatban. Egy gonosz, nagyszájú, minden lében kanál vén. Tudod, mit mondod, hogy mi vagy? Mi? Inkább meg sem mondom. Godzilla. Szeretnék pohárköszöntőt mondani szeretett hitvesemnek, aki hősiesen mellettem állt az elmúlt 5 órában, 5 évben, és kedves vendégünknek, a színpad, a film és a televízió csillagának, akit nem kell bemutatnunk, hová tűnt. Megint leejtette a szalvétáját.
Ma valahogy lyukas a kezem. Lyukas a kezem? Egészségünkre. Ó, oh, hogy is mondta Rossani Brazzi? Grazie, grazie. Menjünk át a nappaliba. Menjetek csak. Én leszedem az asztalt. Ne, Zelda, ne most. Ne roncsuk el az esőt. Jöjjön csak. Nem haragszik, ha viszem a barátomat is. Rendben van, csak a rákját ne hozzá. Jaj, de jó, ez nagyon jó tetszik. Jó pofa. Sorakozó négyes tánchoz. Négyes tánchoz. Van, ugye bor van, nő, és vannak dalaink. Mit szeretne hallani? Ma a Zúga folyót. Hát drágám, játsszel egyet a saját dalaidból. A sajátjaimból? Nem akarnám terhelni a vendégünket. Mit szólna ahhoz, hogy ölelje át egy kicsit szorosabban? Sajnálom, de számomra a hölgykívánság a parancs. Na nézzük csak, írtunk egy olaszos melódiát. Lehet, hogy érdekelni fogja. Every day I sit and pray win you over soon. Say yes, won't you? Do you, don't you want this world in tune? What does it take to persuade you? And how much more must I serenade you? Listen to me, Sophia. Have you any idea how much you mean to me? How much you'll never know. If I'm all agitato, every heartstring vibrato, every look passionato, who but you made me so? It's love crescendo, never ever diminuendo. Say the word, sweet Sophia, for from earth I resign. Oh, Sophia, be mine. Na, mit szól hozzá? Szenzációs, fantasztikus, tényleg. Komolyan? Érdemes foglalkozni vele. Igazán fantasztikus anyag, de kipróbálnám. Úgy érti, tetszett a dal? Milyen dal? Ja persze, egy második arrivederci Róma. Ez kell. Kell magának. Kell neki. Hallottad ezt, drágám? Kell neki. Na, nagyon ott, ahol van csibehús. Játssz el újra. Jó, már is. How much you mean to me every day. Advance from Pony, sweeter even than Savoyoni. Say the word, sweet Sophia. Let our hearts intertwine. Oh, Sophia, be mine. Dum-dum-dum-dum-dum, ole! Sweet Sophia, be mine. Let that honeymoon shine. Pluck the grape from the vine. Let our hearts intertwine. Put your love on the line. Sweet Sophia, be mine. Let that honeymoon shine. Bobby and Buddy. Far from her, I resign. Oh, Sophia, be mine. Na hát, mi folyik itt? Zelda! Te mit keresel itt? Hogy? Itt lakom, és ő a férjem, a vattigris. Ne idegeskedj, Zelda, ez csak a látszat. Ez a hazug disznó. Tényleg igazat mondod? Nem, dehogy. Vagyis az az igazság. Zelda, vannak dolgok, amikre egy férfi ember nem kérheti meg a feleségét. Például mire? Most a nő fog hinni az ő cipőjéről? Bármit megtenne. Elvégre 25 dollárt kap. 25 dollárt? Egész éjjelre. Ha nem hal bele, én folytom meg. Ne haragudj Orville-re. Az egész az én ötletem volt, mármint, hogy dobjon ki téged. Ez komoly? És ezt a lányt még csak nem is ismerte, én hoztam ide és mutattam be neki. Tényleg? A költségek miatt ne fájjon a fejed, mert Orville komámmal felesd be rájuk. Csak ugyan! Oh.
Jól van, Zelda, üss meg, ha akarsz, csak kérlek, ne menj be, mert mindent elrontasz. Nem én? Ezem ágában sincs. Deréklány vagy, menj vissza a mamádhoz, és holnap reggel. Rendben van, elmegyek, de nem a mamámhoz. Pardon, elnézést. Bocsánat, nem akartam, csak elragadott a hév. Tessék. Csak folytassák nyugodtan, mintha itt se lennék. Rám szép Sofia. Ez az első dalunk, amit sikerült eladnunk. Még szerencs, hogy megrepett a szerep, különben sose hallom. Igen, én nem ismerkedtem volna meg vele. Ezért magával. Na ide figyeljen, Orville komám. Kér egy másolat a tévéproduceremnek, a zenekar vezetőjének, a rendezőmnek és az ügynökségemnek. Az összesen annyi, mint 12 másolat. Hogy mennyi? Nem gonoszságból, de mivel reggel elutazom, kénytelen lesz egész ilyen kottát másolni. 12-t mondott? Velem is a feleségével ne törődjön, nem fogjuk zavarni. Talán kimegyünk a kertbe, megnézzük azt a petrezselybet. Tessék, itt a Sofia, 12 példány. Micsoda szerencse? Az piszok szerencse. Jól van, csibehús, tölts a cipelődbe és muzsikáljunk még egy cseppet. Jó. Mit szeretne hallani? Gyász zenét. Mit szólna egy herci kis keringőhöz, amikor a szomorúfüzek sírnak? Nincs hozzá hangulatom. Ez itt kicsit élénkebb, vadonatúj szerzemény, anyám a fizem máma, az iskolai bálba, ördögösen twisztel, mérete az XL. Ez szíven talált. Ez az! Ez egy ballada. Zeldának írtam, mielőtt megkértem. Nagyon szeretjük mindketten. Teljesen elment az eszed. Tönkre akarsz tenni. Mit csinálsz? Ezt hogy érted? Nagyot alakítottam. Eladtam az olasz számot. Nem adtál el semmit. A maca adta el. Úgyhogy gyere ki, és hagyd már őket végre magukra. Ó. Ó. Menjd ki magad, és kopjál le valamilyen űrügyel. Különben fújhatjuk. Rendben. Egy barátom volt a tekepályáról. Sajnálom, de rossz hírem van. Rossz hír? Elfelejtettem, hogy szombat van, tekenap. Miért nem szóltál, Zelda? Ne haragudj. Tudja, benne vagyok a Climax-i csapatban. Nagyon fontos meccsünk lesz Silver City ellen. Attól tartok, itt kell hagynom magukat. Tart tőle? Tulajdonképpen nem. Biztos vigyáz a feleségemre, és ő is magára. Bocsánat. Valami azt súgja, remekül fogunk szórakozni. Úgy ecsibe hús. Ezek a meccsek el szoktak húzódni. Lehet, hogy órákig eltart, úgyhogy nyugodtan feküdjetek le. Drukkolunk magának, hajrá! Nem, drágám, az ott esz. Eljátszanád nekem, mielőtt elmész. Tudod, már olyan régen nem hallottam. Persze. Le fogja késni az első menetet, vagy az első szettet, vagy hogy hívják? Csak egy strófát. All the live long day and the long, long night. What do I do? Dream about you. Felt this way the first time you came inside. Suddenly my gloomy old sky turned magically bright. You'll find we're perfect casting, you and I. With love that's everlasting, will I leave you ever?
never, never, never. All I live for now is to hold you tight. All the livelong day and the long, long night. Vladimirit. És itt volt a zenekar minden tagjának. Fiúk! Hey, fiúk! Játszhattuk el a szomorú kérdést. Fiúk! Nem hallottátok? Azt mondtam, játsszátok el a szomorú kedvest. Na, fiúk, ne csináljátok. Játsszatok! Nyolcvanhat. Nem volt még elég édesem? Hm? Nem. Ünnepelni akarok. Ma van az ötödik házasság évforduló. Tudod mit? Menj szépen haza és ünnepeld meg a férjeddel. Nem lehet. Nem ér rá. Egyébként hozzámehettem volna Carson City második legsikeresebb csontkovácsához. És kihez mentem hozzá? Orville J., mint jó madár, Spoonerhez. Azt hiszem, hányni fogok. Ah, jól van. Csak ne itt bent, édesem. Gyere szépen. Ez az, karolj belé. Ügyes kislány. Jön. Jaj. Ne hívjak egy taxit? Küldhetjük haza ilyen állapotban. Tudod ki ő? Látta már a templomban. Az orgonista felesége, már így is lesz elég bajunk. Oda. Bum! 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 Hova repül ez a gép? Ez nem repülő, hanem Polly lakókocsija. Szia, Polly! Nem alszik itthon, úgyhogy itt lefekhet. Kedves utasaink, kapcsolják be a biztonsági öveket. No chance you're taking chances, taking me on. Believe me when this man says, summer, spring, and fall time, you're my one and all time. All I live for now is to hold you tight. All the livelong day and the long, long night. Biztos még ennél is szebben szólna. Húsz hegedűvel. És kórus kísérettel. Ideje indulni? Hová? Tekézni. Ah, jó szórakozást. Nem nekem, magának, ember. Kihúzza a gyufát. Ó, tessék. Lekési a meccset Silver City ellen. A dallamos ne törődjön, megveszem ezt is. Elnézést, ez nem eladó. A Sofia meg a többi a magáé lehet. Ki az a Sofia? Az az olasz szám, ami úgy tetszett magának. Ja, az. Most nem szeretnék üzletről trécselni. Látom, egészen máshol jár az eszük. Majd máskor megbeszéljük. Mikor? Ha legközelebb erre járok. És Vegasból jövet, lezárják az utat, és lerobban a kocsim. Rendben. Szerintem pedig nincs rendben. Viszlát. Várjon! Orville, menj
szépen tekézni. Ne tolj ki magaddal. Se a csapatoddal. A csapatommal? Bármival, meg a többiekkel. Nem hagyhatod cserben őket, tudod? Nem, tényleg nem. Ó, ezt vedd fel. Később hűvös lesz. Úgy aggódik érte. Egy feleségnek ez a dolga. Minden rendben, drágám? Persze, én majd segítek neki elmosogatni, meg ilyesmi. Nehogy reggelre ellepjenek minket a hangyák. Képes lennél kettesben maradni vele? Nézze, uram. Elvállaltam ezt a munkát, és maga útban van. Viszlát, drágám! Gyere! Gyere, no! Mi tartott ilyen sokáig? Már azt hittem, ki kell vontatnom. Közben gondolkoztam egy sort. Mielőtt felvenni a dalt, az ügyvédje küld nekünk egy szerződést. A szokásos jogdíj példányonként 1 cent, de mi just is kivárunk. Mert ha el tudunk adni még egy dalt a lemez másik oldalára, akkor dupla jogdíj jár. Miért más fölözze le a hasznod a mi dalunkról? Ha nagy sláger lesz, egy egész albumot megtölthetünk. Dino Millsap és Spooner dalokat énekel. Na jó, tőlem lehet Spooner is, Millsap is, kit érdekel, ha el kell 1 millió példány? Aztán lesz aranylemezünk, talán még Grammy-díjat is kapunk, aztán jönnek a fellépések. Ed Sullivan! Rendőrök tartják távol a tömeget. Cukorkát dobálnak nekünk. Micsoda pofátlan alak. He? Tényleg azt hiszi, hogy egy dalért megveheti a feleségemet? A feleségedet? Miről beszélsz? Ő nem a feleséged. Ez a patkány népség. Azt hiszik, övék a világ. Purikáznak a fehér autó csodáikban, rabolnak, fosztogatnak, nőket erőszakolnak meg. Orville, kérlek, szedd össze. Egyszerűen magad. Keresztül néznek rajtunk. Mi senkik vagyunk nekik. Ha be akarnak jönni a házunkba, meg kell engedtük a fehér zászlót. Birtokba veszik a házunkat, a feleségünket, az italunkat. Nem, azt már nem! Orville! Itt hagyott valamit? Látom, segít mosogatni a feleségemnek. Há! Melyikük mosogat, és melyikük törölget? Kinemálhatom a féltékeny férjeket. Maga felfújt hollywoodi hólyag! Azt hiszi, csak besétál ide, csettint egyet, és ezüstálcán szolgálom fel a feleségemet, almával a szájában! Takarodjon innen! Orville, kérlek! Nem úgy gondolta. Hallotta, nem? Megmondtam! Kifelé! Csillapodjon, csillapodjon, kérem! Takarodjon innen, vagy kilaítom! 5-ig számolok! 1! 2! Vállalta híres vendégszeretet! 3! 4! Te jó Isten, él még? Ne törődjön vele, időnként rájön a hoppári, elborul az agya és rátámad emberekre, a teljesre, a fogorvosra, a tanítványaira. Megsérült? Eltörött valamilyen? Semmi bajom, de hogy holnap milyen fejfájásom lesz. Ha nem bír magával, uram, szórakozzon a köldökben, és ne próbálj meg beforakodni az otthonunkba. Kész van az autó? Már mindjárt. Ugye a dallal kapcsolatban nem változott semmi. Úgy értem, azért még tetszik. Hol az a hely? Miféle hely? Hát az a köldök. Disznó, de jól elintéztem. Marha. Az nem kifejezés. Nem ő, hanem te.
Magadat intézted el. Minden ment, mint a karikacsapás, de te elszúrtad. Miért? Mert nem akartam, hogy könnyű prédának higgyen. Á, ugyan már, mit számít az? Egy férfival több vagy kevesebb? A bombázó Polly vagyok, hisz tudja. Akit legfeljebb a mixer ajánlgat. Én nem vagyok mixer, te meg nem Polly vagy. Ma este nem. Ma a feleségem vagy. Mrs. Orville J. Spooner. Rendetlenség van. A J mit jelent? James? Nem. Joseph? Aha. Jasper? Jeremiah. Bocs, hogy megkérdeztem. Ezt ne dobd ki. Biztos visszaváltható. Jól van, drága. Hogy van a náthád? Nem vészes. Hosszú nap volt, igaz? Igen, drágám. Jöjjön, Mrs. Spooner. Gyönyörű pincérlányok, akikről annyit hallottam. Igen, uram. Hol vannak? Itt kérem. Ugrat, egy fonnyad narancsnak is szebb köldöke van. Nézze azt a vörös hajutott. Második lett a Miss Nevada versenyen. Hányban? Na komám, hol van az igazi áru? A legcsinosabb pincérünk a bombázó Polly. A bombázó Polly? Akit Polly kezelésbe vesz, egy életre megemleget. Felcsigázott. Hol van? Úgy látszik, szabadnapos. Kár, örültem volna, ha jó alaposan megbombáz. Nézze meg a lakókocsiban. Abban lakik, az épület mögött. Merre? Arra, mi? Arra. Jó. Ha nem kerülnék elő, küldjön utána egy mentőosztagot. Nyissa ki! Tudom, hogy bent van. Körülvettük a lakókocsit. Magáért jöttem. Ki az? A magányos lovas. Mit akar? Mondtam, magányos vagyok. Olyan magányos, hogy maga azt el sem tudja képzelni. Menjen innen!
A kuncsavtal nem így kell bánni. Hol tartja a poharait? Most azonnal kimegy, vagy hívjak segítséget? Mint hallom, nincs szüksége segítségre, Polly cica. Maga? Maga Dino? Hagyjuk ezt, kérem. Láttam keresztül hajtani a városot. Csak szerettem volna. Lerobbant a kocsim, és bekvártéjoztak egy zongora tanárhoz. Egy zongora? Orville Spooner? Hogy kitalálta? Jaj, micsoda este. Mi történt? Hogy mit meg nem tesznek ezek az amatőrök, hogy eladjanak egy dalt? Képzelje, még a feleségét is felkínálta. A feleségét? Igen, érti ezt? Kezdem érteni. Nem baj az, ha valaki szereti a házi kosztot, de én jobb szeretek eljárni. Érti? Egyik este kínai, másnap egy kis francia. Közben imítam ott egy kis nassolás. Na, így a meghúsom. Mit játszott magának? A Szofiát? Honnan tudja? Tetszett? Még egy olasz dal úgy kell nekem, mint zsiráfnak a torokfájás. Szerintem Orville nagyon tehetséges. Ismeri? Gyakran találkozunk. Majdnem minden este. Azzal a kis nyápica alakkal Beethovennel a pulóverén? Téved, Orville egy vad tigris. Maga most mit csinál? Találja ki. Bum, bum! A közönség ne szóljon bele! Uram, valamit félreértett. Ma szabad napos vagyok. Én meg szabad éjszakás, Polly cica. És ha a pénz miatt aggódik, nem vagyok szűkmarkú. Anyway, in my opinion, you're all wrong for it. I'm all wrong for what? That song. I told Orville he should send it to Bobby Darin or Elvis. Elvis who? I suppose you never heard of the Beatles, either. Oh, sure, and I can sing better than all three of them. There are four of them. Oh, haven't you heard? One of them got his hair cut and his guitar and was electrocuted. You can make jokes about them, but they're young and they're popular. While you... What about me? Let's face it, you're over the hill. Sure do know how to hurt a fella. I'm sorry, but can you imagine what Jack Jones could do with that song? What? Listen to me, Sophia. Have you any idea? Now look, lady, you may have heard a lot of singers, but you ain't heard nothing sung till you heard me sung it. Oh, listen to me, Sophia. Have you any idea how much you mean to me? How much you'll never know. Then, of course, there's Robert Goulet. If I'm all agitato, every heartstring vibrato, every kiss passionato. And Eddie Fisher? Oh, Sophia, be mine. Sweet Sophia, be mine. Thank you.
Viszlát, Mr. Spooner. Mi a baj? Mérlegelek. Mit mérlegelsz? Öngyilkosságot. Hogy jut ilyesmi eszedbe? Nézd rám. Tegnap még tisztes polgár voltam, véradó, petíciókat írtam alá. Ma pedig elmerültem a bűnben. Marhasság, Mrs. Spoonerrel töltötted az éjszakát. Nem emlékszel? Igen. Igazad van. Tessék. Mi ez? A fizetséged, hiszen megállapodtunk, $25. Csak nem akarsz fizetni a feleségednek. De hisz szükséged van a pénzre, ha kocsira gyűjtesz. Miféle kocsira, arról én már rég lemondtam. Sosem keveredek ki innen. Ne mondj ilyet. Miattam ne aggódj. Ha valaha összefutunk, úgy csinálok, mintha nem ismernélek. Kösz. Örültem a szerencsének. Örülnék, ha tehetnék érted valamit. Már is sokat tettél. Például kikuráltad a náthámat. Szia. Szia. Legjobbkor jött. Épp kávét főzök. Iszik egyet? Most miért csodálkozik úgy? Az éjjel a helyembe lépett, hát én is a magáéba. Ilyen egyszerű. Ezek szerint maga, Missis? Úgy van. Hol tartja a csészéket? A férje bármit csinált is. Magáért tette. És én bármit tettem, az érte volt. Még sosem aludtam lakókocsiban. Igazán nagyon otthonos. Szép a lakásuk, különösen a nagy konyhájuk. Goplit sütöttem reggelire. Fogadjunk, hogy nem volt szirup. Kinyitottam egy üvegbe főttet. Tudja, jó volt egy éjjelre feleségnek lenni. Egy éjszakára jó volt bombázó Pollinak lenni. Ja. Ez a magáé. Tessék? De hisz ez $500. Egy bőkezű átutazó kuncsavtól. Hogy én miért nem akadok össze ilyen palékkal? Szerintem összeakadt, csak akkor épp férnél volt. Tényleg oda akarja adni nekem? Csak elcserélném erre a gyűrűre. Ó, bocsánat, elfelejtettem. Maga pedig, ha talál egy facér köldököt a házban, az az enyém. Nem megyek vissza. Nem megy vissza? Hazaköltözöm a szüleimhez. Talán nem kéne beleszólnom, de azt hiszem, hibát követel. Én a maga helyében ki van próbálva. Nem hagynám el Orville-t. Egy asszony férfi nélkül, akár egy lakókocsi autó nélkül. Ne menjen sehová. Ha talált egy rendes embert, tartson ki mellette. Nekem mindig nős férfiakkal van dolgom. Rémesek. Nekem elhiheti. Magának csodás férje van. Tudom, de még csodálatosabb lesz, ha szakítok vele. Miféle facérköldökről beszélt? Mr. Spooner. Mit akar? Mrs. Spooner nincs itt? Miért?
De csak nem értem, az utóbbi három napban nem rendelt semmit. Se tejet, se vajat, se tojást. Hát, mert nem itthon ettünk. Izé, ő nem evett itthon. Tulajdonképpen nem is lakik itthon, de csak átmenetileg. Tudja, egy kis félreértés. Minden házasságban előfordul. Mi a fene köze van hozzá? Nem megmondtam, hogy ne gyere ide többet? Várj egy kicsit, Orville. Hoztam neked egy üzenetet. A zseniális Barney. Azt mondtad, meggazdagszunk. Csak szabaduljak meg Zeldától egy éjszakára. Hát sikerült megszabadulnom tőle, de örökre. Látni sem akar. Szóval áll velem. Éppen ez ügyben jöttem. Zeldától hoztam üzenetet. Te dagadt, semmire kellő hitvány, Troger! Takarodj! Mit üzen? Szóval dagadt Troger vagyok. Na gyerünk, mondd már! Most beszéltem Zeldával, találkozni akar veled. Tényleg? Aha. Ó, te gyönyörű sovány ember, hol, mikor? Ma este 8-kor, az ügyvédnél. Ügyvédnél? Charlie Greennél. Tudod, ott a Pringle üzlete fölött. Minek? Na mit gondolsz? Válni akar. Válni akar? De Barney, ez őrültség, hiszen szeretem. Tudom, de Zelda válni akar. Tudod mit, légy szíves, hozzád nekem 5 kanna benzint és egy gyufát. Hogy mondhatsz ilyet? Hiszen én is ott leszek, mint tanú. Akkor jó, elmondhatod, hogy az egész a te ötleted volt, hogy te vettél rá mindenre. Félreértettél, Orville, én Zelda tanúja leszek. Zeldáé? Ahogy azzal a szegény lányjal bántál. Hogy tehetted ezt, Orville? Én hogy tehettem? Ó, te dagadt, semmire kellő Troger! Az ügyvédnél találkozunk, pontban 8-kor. Zelda, mielőtt felmegyünk oda, beszélnem kell veled. Zelda, figyelmeztetlek, ne mondj semmit, csak az ügyvéded jelenlétében. Te fogd be, jó? Hm? Amit veled tettem, megbocsáthatatlan. De ha megbocsátasz, mostantól egészen másképp lesz. Nem leszek féltékeny, nem lesz gyanakvás, nem lesznek keresztkérdések. És a szemed se rózsaszínű. Ez nem elég, és elkéstél vele. Csináltunk egy ideiglenes vagyonmegosztást. Tiéd a zongora, a Beethoven képek, a komoly zenei lemezek, Zelda viszi a tanzerét, az ágyat és a szerelmi ülőkét. Menjünk! Zelda, emlékszel 5 évvel ezelőtt, amikor jegygyűrűt váltottunk? Megfogadtuk, hogy gazdagságban, szegénységben, jóban, rosszban. Tényleg hol a gyűrűd? A gyűrűm? Ja igen, azt kérdezed, hol a gyűrűm? Uh-huh. A fürdőszobában, leesett, elnyelte a lefolyó. Uh-huh. Látod, hogy lefogytam nélküled? Mi ez a dal, amit játszanak? Maradjunk a tárgynál. Hol van a gyűrű? Ne izgulj, Zelda, visszaszerzem. Ha kell, egy madzaggal és rágógumival. Vagy még jobb, hívok egy szerelőt. Mm. Ez vagy a Sofia, vagy valaki ellopta tőlünk. És most következzék műsorunk sztárja, aki egyenesen a színpadról jött el hozzánk. Dino! Bocsánat. Elnézést, szabad? Have you any idea how much you mean to me?
How much you'll never know. If I'm all agitado, every heartstring vibrato. Nem értem, miért énekli el azok után, amit velem műveltem. Talán minél nagyobb sztár valaki, annál rendesebb. Nézzétek, mind a 12 képernyőn. 12 nyavaját? Ezt most 30 millió ember nézi. A nézettségi mutató 21,7%. Hallottad, Zelda? Tudod, mit jelent ez? Persze, hogy Charlie Green nagyobb tartásdíjat kérhet. Zelda! Nem hallom a szövegem. Or from earth I resign, oh Sophia, be mine. Köszönöm, köszönöm, hölgyeim és uraim. Ugye milyen kellemes ez a dal? Magam találtam rá. Elég érdekes a története. Épp visszafelé jöttem Vegasból, és megálltam a nevadai Climax nevű kedves kis városkában. Az egyik ott lakó egy dallamot dudoránzott. Tovább hajtottam, de a melódia itt zsongott a fejemben. Úgyhogy sarkon fordultam, és visszamentem. Megismerkedtem egy amatőr dalszerző párossal, Miller és Spoonsepp-vel. Millsap és Spooner? Millsap és Spiller. Szóval Spooner és Millsap-vel egy szobincá az egész éjjel fent voltam, és a dalaikat hallgattam. Önök ma először hallhatták, és ez is azt bizonyítja, hogy akiben van valami, abban azt a valamit előbb-utóbb felfedezik. Listen to me, Sophia. Have you any idea? Imádok egy autogramot. Erre tessék! Na, már pillanat! Kérjél még az olajszintet ellenőrizte az anyámnak? Legalább egy millió dollárt fog keresni. A nagy részét úgyis az állam zsebeli be. Legyen szíves aláírni. Pillanat. Ne próbálj meg újra, Csibehús. Mégis hogy néz majd ki, ha Barneyval ott állunk az Ed Sullivan show-ban, aztán téged szólít, és te nem vagy ott, mi? Majd elviszel helyettem valaki mást. Senkinek nem fog feltűnni. Igen, igaz. Ezt hogy érted? Egy autogramot érkezik, kérem. Ide kérem. He's the Valentino. Have you any idea? But there's no one we know. How much to me? Boom, boom! Every day more and more. Hát, én ezt biztosan. Nagyon jó. Skinny like a pony. Another one. Köszönöm szépen. Boom, boom. Only you I adore. Ez egy manikűrös lány. Ugyanis rendbe hozattam a körmeimet. Én ugyan nem kérdeztem semmit. Helyes, többet én sem kérdezek semmit. Tessék, ezt húzd az ujjadra. A gyűrűm. Oda vagyok érte. Hol találtad meg? Nincs több kérdés, megbeszéltük. Azt hiszem, meg fogok zavarodni. Most már semmit sem értek. Mit nem értesz? Hogy a gyűrű, a dal, a kocsi meg Dino. Hogy te hogy? Ő mikor? És ő miért? Csókolj meg, tök fej! Magyar hangok. Kulka János, Borosz Anna, Józsa Imre, Pápai Erika, Kerekes József. Magyar szöveg Fodor Zsuzsa, szerkesztő Takácsi Gizella, hangmérnök Miklós Miklós, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Rózsavölgyi Ilona, szinkronrendező Szalai Éva. A szinkron a Duna Televízióban készült.